Már érnek a szőlők ezen a várdombi ültetvényen. Bősz Adrián, a szekszárdi borvidék hegyközségi tanácsának elnöke elmondta, az idei csapadékos év nem kedvezett a szőlőnek, ugyanis a Balkánról érkező peronoszpóra megtámadta a termést. Nyár elején a nyugatról érkező frontok miatt azért több volt a csapadék, tehát kvázi ideális hőmérsékleti és csapadék viszonyok alakultak ki a betegségek, a legfőképpen a peronoszpóra kialakulására. Így különösen nehéz volt védeni a szőlőt, a dráguló üzemanyag és a növényvédőszerek miatt is. A szakember elmondta, van, ahol 30-40%-os kár is keletkezett. De ugye nyilván ez még azért sok mindenben változhat, tehát az ősz mienségétől függően is azért akár egy aszályosabb évnél, mondjuk azért egy kis súlyveszteség, vagy egy csapadékosabb évnél, ugye kicsi súlytöblet, de akkor ott az esetlegesen sérült bogyóknál a botritis veszélye az még sokkal nagyobb lesz majd, tehát azért még ahogy szokták mondani, sokat kinnalszik a szőlő, hát meglátjuk majd, hogy ez hogyan fog kinézni. Az idei évben 10-20%-kal kevesebb termésre számít a szakember, tehát gazdasági szempontból nehéz év áll a termelők előtt. Mindezek ellenére optimisten állnak a 2023-as esztendőhöz, a hónap közepén pedig elkezdhetik a szüretelést.